erősíteni a megyei szintű foglalkoztatási gazdaságfejlesztési együttműködéseket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. A legutóbbi közgyűlésen erről is szavaztak a képviselők. Az önkormányzat a kormányhivatal munkaügyi főosztályával együtt szeretné támogatni a helyi munkaerőpiac bővülését, a munkaerő képzést, és a foglalkoztatókat pedig bértámogatással segítenék. A közgyűlés az idei évi költségvetését is elfogadta a múlt héten. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke a vendégem, Sesták Oszkár. Jó estét kívánok! Elfogadva a költségvetés, 2016-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat mennyiből gazdálkodhat tehát? Összességében a költségvetési főösszeg meghaladja 800 millió forintot is, de ebben vannak pályázati összegek, áthúzódó tételek. Valójában ennél azért kevesebb a költségvetési főösszege, hogyha tényleges kiadásokat tekintjük a megyei önkormányzatnak, de ugye el szoktam mondani az előző költségvetések kapcsán is, talán 3-4 éve, hogy pozitív szaldója a megyei önkormányzat költségvetése minden egyes évben, és hát ilyen rendezett és fegyelmezett költségvetési gazdálkodással, miután az önkormányzati rendszerben dolgozom, vagy tevékenykedek 25 éve, az utóbbi 2-3 évben találkozhattunk. Hogy gondoljuk el azt, hogy áthúzódó összegek, illetve uniós támogatás is van ebben a költségvetésben? Volt több olyan pályázati programunk az elmúlt évben, amely lezárult uniós támogatásokkal, legutóbb egy támogatási pályázatunk tavaly decemberben, tehát ennek a lekövetése is jó részt az ezévi költségvetésben történik meg. Tehát a költségvetésen kívüli, mármint a megyei önkormányzat szorosan vett költségvetésen kívüli források is szerepelnek, pályázati források is szerepelnek ebben a 800 millió forintban. Azt tudjuk, hogy az elmúlt években a megyei önkormányzatok feladatköre megváltozott, elsősorban a területfejlesztés, illetve az Európai Uniós pályázatok menedzselése a fő profil, de az önkormányzatok mire költenek ebből a saját forrásból elsősorban? Hát a megyei önkormányzat? A megyei önkormányzat saját alapfeladatainak az ellátására, nyilván a dolgozóink, a hivatalunk bérére, a költségvetési támogatást a Költségtévének is adunk, ugye, mint megyei feladatot ellátó közszolgálati televíziónak. Bizonyos kisebb összegű támogatásokat civil szervezeteknek is tudunk nyújtani, de valójában a hivatalunk működtetésére megy alapvetően ez az összeg, illetve már múlt évben is, de ez évben is, tehát nagyobb saját beruházásokat is tervezünk, felújítanánk a 102-es tárgyalótermünket, mert 30 év ott nem volt gyakorlatilag beavatkozás, bútorzat cserét, és hát egyéb ilyen, mikor a szavazógépet kicseréljük a megyei önkormányzat a közgyűlés tevékenységének elősegítése érdekében, egy régi dószos rendszer működik, még a 20 éves szavazószámláló rendszer működik az önkormányzatnál, illetve a közgyűlésnél, ezt egy új eszközre cseréljük ki 7 millió forintért. Tehát akkor kisebb ilyen technikai korszerűsítések, beruházások lesznek 2016-ban. Viszont van egy olyan megállapodás, egy olyan együttműködés, ami az egész megyére vetítve jelentős és kulcsfontosságú, mégpedig a munkaerőpiaci bővítés és bértámogatás konzorcium vezető lehet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat egy uniós pályázat jóvoltából. A kormányhivatal munkaügyi főosztályával közösen szeretnének pályázni. Mire konkrétan? Mindig zavarban vagyok, hogyha a megyei önkormányzat költségvetéséről kell beszélni, hiszen egy kisebb város költségvetése nagyobb, mint a megyei önkormányzat költségvetése, viszont a feladataink azok ennél azért jóval szertágazóbbak. Ugye a 90 milliárdos topforrásról, hogyha beszélünk, aminek a felelőssége a mi vállunkat nyomja a következő 7 évben, illetve hát ez a bizonyos munkaügyi paktum, aztán lesz egy turisztikai pályázatunk is, ahol remélhetőleg a megyei önkormányzat kedvezményezetként is fel tud tűnni, de visszatérve a foglalkoztatási paktumra, ez egy 7 milliárdos program a 7 éves uniós ciklusra. Jelenleg két támogatási szakasszal bír ez a program. A mostani támogatási szakaszban a megyei foglalkoztatási paktumra mintegy 1,3 milliárd forintot igény irányoz elő a program, és helyi paktumokat is létre kell hozni ezt követően a megyei paktum után. A helyi paktumokban is a megyei önkormányzat konzorciális partnerként részt vesz, ott nem vezető partner. Ennek a piramisszerű építkezésnek az a célja, hogy a megyében valóban olyan módon tudjon megjelenni a megyei önkormányzat, mint aki remélhetőleg ismeri a helyi közösségek igényeit,
önkormányzatok, polgármesterek révén is van olyan tudása, hogy milyen munkáltató igények merülnek fel az egyes településeken. Ugye sok esetben már strukturális munkanélküliség figyelhető meg a megyébe. Tehát vannak olyan térségek, ahol már munkaerő hiány van, ugyanakkor van munkaerő felesleg is. Az lenne a paktum feladata, hogy olyan képzési programokat, átképzési programokat indítson, amelyek révén ezek a társadalmi csoportok is be tudnak kapcsolódni az elsődleges munkaerőpiacra, ugye elsősorban a közfoglalkoztatottakra gondolok. Van még két hasonló foglalkoztatási paktum egyébként az Európai Uniós támogatási rendszerben, a GINOP pályázati program keretében is, amelyet ugyancsak a kormányhivatal munkaügyi főosztálya kezel. Ez annyiban speciális, hogy itt remélhetőleg a helyi társadalmi igényeket, az önkormányzatok jelzéseit, vállalkozók, akár kis- és középes vállalkozók igényeit is jobban figyelembe tudjuk venni, legalábbis ezt tervezzük, hogy hozzátennénk a megyei önkormányzatnak ezt a tudását a foglalkoztatási helyzet javításához. Nyilvánvalóan ezelőtt, az együttműködés előtt a munkaügyi szervezettel közösen felmérték, vagy feltárták azokat a területeket, ahol munkaerő hiány van, ahol túlsúlyban van a közmunka, és azokat a szférákat, ahol javítani kell mindenképpen a foglalkoztatást, illetve a foglalkoztatókat egyébként is a kormány bizonyos célcsoportok esetében bértámogatással segíti. Ez egy jelentős összeg. Mi a tapasztalat a másik oldal? Arról a vállalkozói vagy a vállalati szektor felől milyen jelzések érkeznek? Valóban ez a program is ilyen eszközökkel él, tehát bértámogatással, munkába jutási támogatással, tehát a munkába jutós költségeinek az átvállalásával. De a tapasztalataik még nem nagyon vannak, hiszen az a megalapozó tanulmány is már a program része, amire utalást tett, hogy fel kell tárnunk, hogy milyen munkaerő igények vannak az egyes körzetekben. Tehát ez nyilván egy pár hónapos munka és egy komoly szakértelmet igénylő munka, amiben nagy részt a munkaügyi központ, a kormányhivatal munkaügyi főosztályára támaszkodnánk. És a tapasztalatunk az elsődleges jelzések alapján, tehát, de ez nem teljes körű, hiszen még nem tartunk a programnál, hogy a foglalkoztatók jól fogadják ezt a fajta lehetőséget, hogy nem nekik kell a kínálati piacról megnézni a képzési kínálatot, hanem a képzési kínálatot tudjuk alakítani az ő igényeikhez, legalábbis a terveink szerint. Hány százezer embert érintene ez a program? Ez egy nagyon komplex program, de hogyha így számokban beszélünk. Nyilván a megye egészét érinti, viszont az indikátor mutatók azért ennél kevésbé ambiciózusak. Indikátor mutatóban 1000 valahány ember elhelyezésével kell számolnunk, mondjuk ez csak a megyei paktumot jelenti, illetve képzésbe vonásával kell számolnom. Én egy kicsit felülszámoltam, mert a munkahelyek bővítését is beleszámoltam, mint foglalkoztatás bővítést. Beszéljünk még egy nagyon picit a vidékfejlesztési pályázatokról, hiszen a vidékfejlesztési pályázatokat 2016-ban az összes pályázatot kiírják, vannak már most futó programok, és valahogy az önkormányzatok és a toppokon keresztül is összeérnek ezek a pályázatok. Tehát ebben nem csak az agrárium pályázat, hanem az önkormányzatok is. Milyen feltételekkel és mire? A vidékfejlesztési programot nem a megyei önkormányzat kezeli, ezért csak áttételes információim vannak, de az biztos, hogy ott lesz érintkezési felületünk, hogy a kisebb településeken élők, illetve a kisebb települések pályázhattak elsőben a vidékfejlesztési programokra. Sok polgármester kolléga csalódva látta, a csalódással vette tudomásul a TOP-nak a támogatási felhívásait, hogy itt igazából a néhány ezer főnél népesebb települések pályázhatnak komoly eséllyel bizonyos programokra. Jó hírem is van a kisebb települések polgármestereinek, önkormányzatainak, lakóinak, hogy a vidékfejlesztési program remélhetőleg jobban tud az ő céljaikra reflektálni. És még egy dologról beszéljünk röviden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatnak ebben az uniós ciklusban komoly pályázati projektmenedzsmenti feladatai lesznek. Melyek ezek? A 252-es kormányrendelet rendelkezik erről, amely a mostani uniós fejlesztési ciklusban az alfa és az omegája a folyamatban résztvevőknek. Ez úgy szabályozza a topos források kijelzését, hogy a kedvezményezettek elláthatják a projektmenedzsmenti feladatokat, de hogyha ők saját hatáskörben, vagy esetleg más közféra szervezettel nem tudják megoldani ezt a feladatot, akkor a megyei önkormányzatnak átadhatják, a megyei önkormányzatnak pedig kötelező elvállalni ezt a feladatellátást. Ez 2,5%-át jelenti a projektnek.
Más projektelemekkel együtt ez felmehet 12%-ra, 12,5%-ra, tehát sokkal kevesebb az ilyen célra elkölthető pénz, mint az előző fejlesztési ciklusban. A 2,5% arra elég, hogy leadminisztráljuk a projekteket. Igazából egy 10 000-es városnál éri meg ez anyagilag egy önkormányzatnak, hogy önállóan közféra szervezetként projektmenedzsmenti feladatokat lásson el. Ezért a megyei önkormányzat felajánlotta természetesen is törvényi kötelezettsége is, hogy ezeket elvállalja. Számos település megkeresett bennünket, most körülbelül 80 olyan pályázati ötletet tartunk számon, amiből remélhetően majd győztes pályázatok is lesznek, és hát még biztos vagyok benne, hogy néhány tucat település meg fog bennünket keresni ezzel a feladat. Elnök úr, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!